Vasas Ferencváros mérkőzésen vagyunk. A 40. percig nem esett gól, de a 41. percben csordás tör előre. Átjátsz a védőket, lő gól! Délelőtt volt egy 50 perces labdatartási gyakorlat, majd 2-2 elleni játék körülbelül 30-35 percben, ami eléggé megterhelő volt. Délután pedig passzkoordináció, illetve 25 perc játék. A kapusok délelőtt 70 perces kemény edzésen vettek részt, ez a hét elejé nehezebb munkához tartozott, majd a csapat rendelkezésére álltak az egymás elleni játékok során. Voltak, akik külön munkát végeztek. Nikolovnak fáj a sarokcsontja, vélhetően begyulladt, Kárpáti Vitéz pedig már a Kazincbarcika elleni mérkőzést is kihagyni kényszerült kisebb combsérülése miatt. Szerdán valószínűleg 5-5 elleni játékok lesznek, pénteken pedig megyünk Szegedre, ahol a mérkőzés előtt még futóedzésen vesznek részt a fiúk.